Na kérem szépen, most egy érdekes történetet fogok mesélni. Erről tettünk fel a videót, meg van csinálva az eleje, minden meg van rajta csinálva. Hopp, már jön is. Azt mondom, a bőregér. Na szóval idehozták ezt a kínvét, nem szoktunk ilyeneket vállalni, de visszatérő vendégünknek valami, mit tudom én, tök mindegy, nem tudok minden történetet elmesélni nektek. Az a lényeg, hogy beindítottuk a motort, 6000-es alapjárata volt neki, és szétszedtük a karburátort, kipucoltuk, most erről egy videót azért nem szeretnék. Gyere, állj be vele, mert jön, viszi is el a srác. Na, elmondom neked, azt mondja, hogy valahol kint, a nagy Európába kint dolgozott a nagy Európába, és lényeg a lényegben, hogy azt figyeld be. Van benne, alapjárat folyamatosan. Van benne 1175 kilométert, valami nagyon pici pénzért vette, valami, mit tudom én mennyiért, nem tudom különben, hogy a kínaiak ezt mennyire árulják, ezt a motort. Lényegben egy vadonatúj motor, és ott megvette valami ószer, rájött arra, hogy hát ez kínai, és nem használta, és ez meg hazaköltözött, meg kint dolgozott, és hozta magával, és valami, nem tudom, valami, nem tudok, nem akarok hülyeséget beszélni, de valami nagyon röhögséges pénzért vette. Pedig vadonatúj a motor, úgyhogy ennyi volt a baja, hogy 6000-es fordulaton ment, amikor itt megérkezett, szétszedtük, igazából tényleg vadonatúj a motor. Ennek is ilyen buzi oldalszendere van, kihajtod az oldalszendere és visszapattan, ez egy akkora találmány volt, hogy ez tényleg segbe kellett volna baszni, aki ezt kitalálta. Nyuszifű, szerinted? Szép, tényleg gyönyörű szép a motor, vadonatúj. De az a baj, még el vele, elmegy vele még egy, ami most van benne, és szép.